Sziasztok! Örülök, hogy újra itt vagytok. Ahogy tegnap ígértem, a luffatőkös videómat most folytatom. Most meg fogom mutatni azt, hogy valójában hogy is tisztítom én meg őket, hogy utána igazi szivacsként funkcionáljanak a konyhámban, vagy a takarítás során, a háztartásban, bárhol. Nagyon egyszerű, nem kell tőle megijedni. Meg fogjátok látni, hogy pillanatok alatt le lehet tisztítani a héját, és egy igazi környezettudatos, komposztálható, teljes mértékben komposztálható mosogatószivacshoz juttok. Először megpróbálom ezt a barnát megtisztítani. Ugyanúgy csinálom, mint a többit is korábban, levágom az elejét meg a végét, kisebb darabokra vágom, és meglátjuk, hogy mennyire, hogy jön le a héja. Félbevágva, így néz ki. Úgy tűnik, hogy nem romlott, őszintén szólva. Úgy tűnik, hogy nincsen megpenészedve vagy berohadva. Sőt, mi több, kimondottan száraz a belseje. Levágom a két végét. Félbevágva, tök így néz ki. Lehet látni benne a sok pici magot. És tulajdonképpen ez egy ilyen, ahogy rázom, simán ki is potyognak belőle a magok. A héját pedig egyszerűen elkezdem lebontani. Úgy érzem, hogy egy olló sokat segít, hiszen ez már eléggé ki van száradva. Megpróbálom megmutatni. Benyúltam a héja alá az ollóval. Innen is mutatom, hát ha jobban látszik. És simán levágom, félbe levágom a héjat. És innentől kezdve borzasztó egyszerű, mert fogom, és minta. Egy szimpla csomagolást levettem róla. A magok még mindig bent vannak, ezeket ki kell rázni. És én úgy érzem, hogy ez még viszonylag nyers, ezért mindenképpen a magokat külön félre rakom egy tányérra, hogy ki tudjanak száradni. Rengeteg magom lett, úgyhogy ha van ötletetek, hogy osszam ezt szét a videó nézői között, akkor várom az ötleteket a kommentben, itt meg tudjátok írni, és döntsük el, hogy juttassak el hozzátok videónézőkhöz, a YouTube csatornám követőihez, hogy juttassam el ezeket a magokat. Mert szeretnék másnak is segíteni ezzel, és hát, ahogy látjátok, rengeteg van, tehát a tányérban is nagyon sok van, már amit korábban megtisztítottam, az is rengeteg, és hát még itt van a másik feladatoknak, itt van a miniketök, és még az óriási másik tök is itt van, tehát borzasztó nagy mennyiségű tökmagot tudok kinyerni, és nekem szerintem jövőre megint csak egy 10 darabnál több, nem hiszem, hogy fog kelleni, hiszen a 10-ből is ilyen rengeteg tök nőtt, a 10-ből 2 kifejlődött, és azon a 2 tövön ennyire sok zöldség termett. Még vannak benne magok, de ezt most így nem tudom kimosni, viszont azt meg tudom tenni, és meg is kell tennem, mivel hogy picit, hát nem, ez nem fog látszani szerintem, de ilyen puha egyébként, de hogy olyan ravacsos. Tehát magyarul még benne van a rostok között a töknek a húsa, és ezt mindenképpen ki kell mosni, mert ez így nem maradhat, mert így biztos, hogy meg fog romlani, és biztos, hogy be fog penészedni. Úgyhogy az eljárás nagyon egyszerű, alaposan átgyurmázom, mint amikor egy bármilyen szivacsot.
mint amikor egy hagyományos bármilyen szivacsot átmosok. És tulajdonképpen ilyen puha lesz az egész. Hagyni kell, hogy kiszáradjon, és hogy kiszáradt, akkor lehet már használni. Ez a szivacs most így ki van mosva, elő van készítve, bár vannak még benne magocskák, de azok majd ki fognak szépen potyogni. Még mindig jönnek belőle, az majd szépen megszárad és fel lehet használni. Egyébként maga a szivacs ilyen méretben biztos, hogy nem nagyon lehet használni, mert túl nagy, túl hosszú, érdemes félbevágni. Gyorsabban is szárad, a magok is jobban, könnyebben kijönnek belőle, de ez már egy olyan méret, amit könnyű használni a takarításnál, vagy mosogatásnál, sőt akár tusolásnál, mosakodásnál is, mert a dörzsés felülete miatt nagyon jó bőrradírozó hatása is van, úgyhogy érdemes a bőrünket is ápolnia ezzel a tök szivacsal. És ezzel ki is jött az utolsó magocska is, úgy látom ebből a tökből. Ezt most félrerakom, majd érdemes még egyszer alaposan átmosni. Ugyanígy tisztítom meg a másik felét is, de most előtte megnézzük, hogy milyen a kívülről nem éretnek tűnő tököm. Kicsit tartok tőle, hogy ezt most kibontom, és mivel, hogy ennél a barnánál kellemesen csalódtam, és nem volt penészes a belseje, kicsit tartok attól, hogy ez viszont, mivel nincsen megbarnulva, bár azért elég puha, tehát elég jól kiszáradt már, de kicsit azért félek tőle, hogy nem lesz elég rostos a belseje, és emiatt nehezen lehet majd mind megtisztítani, mind a későbbiekben szivacsként használni. De azért most már megtisztítom, mert tovább nem szeretném tartani, félek, hogy tényleg megromlanak. Ugyanúgy levágom a végét. És ahogy látjátok, ennek is nagyon jó a belseje, úgy tűnik, hogy teljesen jól leválik a héjától. Ilyen egyszerűen ki tudtam venni a belsét. Hát ez... És akkor ezt szintén félbevágom, a zöld. Potyog belőle a rengeteg mag. Egyébként nagyon szép szerintem. Nagyon-nagyon sok mag van, úgyhogy ha szeretnétek több magot kapni tőlem ajándékba, akkor találjunk ki valamilyen jópofa megoldást arra, hogy vennétek át, vagy miért. Például írjátok meg azt nekem itt lent a videó alatt, hogy miért szeretnétek ilyen tört magot kapni. Mi a célotok? Mosogatás, takarítás, esetleg mosakodás, tusolással szeretnétek használni? Írjátok meg, mondjuk január 15-éig, hogyha ide leírjátok nekem kommentbe, hogy ki miért szeretne a tök magokból kapni, akkor én nagyon szívesen válaszolok, felveszünk egymással a kapcsolatot, írjatok, majd utána megbeszéljük a részleteket, de január 15-éig tart akkor ez a tök mag gyűjtős játék. 10 darab tököt tudok mindenkinek küldeni, aki a megbeszélt határidőig megírja, hogy mi az, amire szeretné a tök magokat használni. Tehát visszatérve a zöld színű tökünkre, megpróbálom ezt is kibontani a héjából. Az előbb az olló az nagyon jól funkcionált, úgyhogy most is benyúlok a tök héja alá, és ezzel a módszerrel vágom el a tök héját, és látjátok, borzasztó egyszerű, gyakorlatilag még csak küzdeni sem kell vele, mert majdhogy nem magától leválik. Ez ugye egy picit zöldebb, és úgy tűnik, hogy csak éretlenebb volt, mint a barna, mert egy picit nehezebben jött le, de nagyon nem kellett. Hopp, közben potyognak tovább a magok belőle, mert még mindig rengeteg van benne, úgyhogy ne felejtsetek el írni, ki mire használná a tököt, hogyha sikerült termesztenie. Tehát a héja az olyan egyszerűen lejött, hogy még csak küzdeni sem kellett vele. Nagyon-nagyon könnyű lesz ezzel így dolgozni, és hogyha megnézitek, hogy milyen nagy ez, amit most jelenleg használok, ezt én külföldről kaptam, egy melegebb éghajlatú országból, ott ezek szerint óriásira nőnek a tökök. Volt is róla a fotó, hát szerintem legalább 60-70 centi, és nagyon-nagyon kövér tökök
nőnek, és onnan kaptam én egyet, már megtisztítva, és azt használom, ez most idén fogy el, és ezért szeretem volna mindenképpen pótolni saját termesztéssel, és hát ugye a sajátom sem sokkal kisebb, bár a hossza az megvan, a vastagsága, az átmérője nem olyan nagy, mint a, amit külföldről kaptam ajándékba, de ez tökéletes lesz, és bőven elég lesz nekem arra, hogy egy éven keresztül meglegyen a hulladékmentes, csomagolás nélküli mosogatás. Tehát gyakorlatilag a kézi mosogatáshoz, a mosogató szivacsot ezekkel a tökökkel teljesen jól meg tudom oldani, és egy olyan alternatív megoldást ad ezzel, ami egyrészt ugye csomagolás nélkül tudom beszerezni. Ha meg tudom oldani, akkor saját magunknak érdemes megtermeszteni, mert ugye aztán végképp nincsen semmilyen csomagolás. És miután a tököt, a szivacsré, a tök szivacsot elhasználtuk, vagy már úgy látjuk, hogy eléggé elkoszolódott, és nem tudjuk, nem szeretnénk tovább tisztogatni, akkor semmi probléma nincsen, simán komposztálható, hiszen ez egy növény. Nem műanyag, nincsenek mikroműanyag hulladékokról, amik lepotyognak róla, nem terhelik a környezetet, nem káros semmilyen szempontból, és simán egyszerűen bele kell dobni a zöld hulladék, illetve a komposztáló közé a komposztáló ládákba, és gyönyörű szépen lebomlik, nyoma sem marad, visszakerül a természetbe, ahogy annak lennie is kell. Úgyhogy tulajdonképpen ez így néz ki, még gyorsan megtisztítom nektek a másikat is, ha már itt maszatolok, mert azért őszintén szólva ez egy picit maszatolós feladat, nem tart sokáig, de kicsit ragacsos ez a belseje, és érzem, hogy a kezem az mennyire ragad tőle. Ismét újabb tökmagok, úgyhogy ne felejtsetek el írni, hogy ki mire használná azt a 10 darab tökmagot, amit én szívesen átadok január 15-éig. A barnát is gyorsan megtisztítom, ha már rávettem a nagy tök tisztításra, hopp, potyog mindenfelé a magja. Ennek egy kicsit más a külseje, ugye ez már elkezdett megbarnulni, picit nehezebben is jön le egyébként, viszont nehezebben jön le, de sokkal kevésbé ragacsos, mint a zöld. Úgyhogy ebből a szempontból is van előnye. Mind a kettőnek van előnye, hátránya, de a legfőbb előnyük az, hogy a szintetikus mosogató szivacsomat tökéletesen kiváltják, és még mindig csak ömlenek a magok, rengeteg tök magunk van. Hát, én nem tudom, hogy hányan kapnátok belőle. Mondjuk az lenne az igazi, hogyha nem kellene postáznom, hanem el tudnátok jönni érte, vagy valahol, valamilyen rendezvényen, ha találkoznánk, akkor át tudnátok venni. Mert őszintén szólva, ennyi magot kipostázni, én nem tudom, ez szerintem már több száz mag lehet. És plusz még ott vannak azok, amiket a múltkor, ezek már ki vannak száradva, azok, amiket a múltkor nyertem ki a tökökből, és már csak ez a kis picike van, hát erre nagyon kíváncsi vagyok, mert nem vagyok benne biztos, hogy ez jó lesz. És ha megnézitek, lehet is látni, hogy ez közel sem olyan rostos, bár puha, de látszik, hogy eznek még nőnie, ennek még érnie kellett tolna. Megtisztítom, meghámozom, de tartok tőle, hogy ez nem lesz jó. Nem is lehet benyúlni az ollóval a héja alá, mert egyszerűen ez tulajdonképpen éretlen. Tehát, vagyis nem csak, hogy éretlen, hanem még nagyon fiatal is. És nem alakultak ki benne a rostok, még abból is látszik ez, hogy csak fehér magjai vannak. Úgyhogy ez az a picike tök, amit viszont a nyuszi megkap ma vacsorára nálunk, és így nem veszik kárba ez sem. Úgyhogy, tehát ott tartottunk, hogy a tököket megtisztítottam, és szuper szivacsokat kaptam belőle, hogy mennyi, rengeteget. Tehát tényleg annyira sok, hogy szerintem ez még bőven-bőven elég lesz nekem a 2019-es évre. Gyakorlatilag annyi szivacsom, hogy majd, hogy nem meg sem tudom fogni őket így egy kézben. Hát, hogyha nagyjából számolgatok, nekem körülbelül egy alsó hangon fél évig bírja egy darab szivacs,
Ez ugye, ezt valamikor nyár végén kezdtem használni, tehát ez azt jelenti, hogy ez legalább 4 hónapos ez a darab, de ez még bőven fogja bírni legalább 2-3 hónapig. De mondjuk számoljunk fél évvel, hogyha csak fél évig bírja egy darab szivacs, akkor ez a mennyiség, amit most, amit én abból a 10 magból, illetve a 2 kikelő növényből megtermesztettem a kertemben, ez legalább 3 évnyi mennyiség. Úgyhogy hajrá, ne ijedjetek meg, mert nem bonyolult, egyáltalán nem nehéz, és nagyon-nagyon szuper a végeredmény. Tökre élvezem, hogy ilyen gazd tökeim vannak. Örülök, hogy velem tartottatok, és akkor, ahogy megbeszéltük, január közepéig várom a kommentben, itt a videó alatt, hogy ki mire szeretné használni a általam ajándékba átadott tökmagokból kikelt tökeit, és a megtisztított szivacsokat. Úgyhogy írjátok meg, várom a válaszokat, és amint letelik a határidő, január 15-e, akkor utána kitaláljuk, hogy hogyan jutatom el hozzátok. Remélem, hogy ti is ugyanilyen szerencsések és sikeresek lesztek a töktermesztésben. Tényleg nagyon nagy élmény volt. Élveztem azt, hogy láttam, ahogy növekszenek, élveztem azt, hogy micsoda termések lettek belőle, és fantasztikus érzés az, hogy magamnak meg tudtam ezt termeszteni. Most viszont el kell búcsúznom tőletek, mert Freja cica nagyon éhes, itt nyavukol mellettem. Úgyhogy, ha tetszett a videó, akkor megköszönöm, ha feliratkoztak. A harangot ne felejtsétek el bekapcsolni, mert egyébként nem kaptok értesítést arról, hogyha új videó kerül föl a csatornámra, és természetesen az ígéretemhez tartom magam, hogy január 15-ig kommentben írjátok meg, hogy mire használnátok a tököt. Köszönöm, hogy velem tartottatok. Hamarosan igyekszem, és egy újabb érdekes videóval jövök, ami mind hozzásegít ahhoz, hogy a háztartás hulladék csökkentésében előrelépjetek, és minél inkább minimalizálni tudjátok a háztartásotokban a keletkező hulladék mennyiségét. Sziasztok!